Október 7-én a Szent István Székesegyházban a békéért imádkoztak a hívek, a város papjai, közéleti vezetői az esti szentmisén. Spányi Antal megyéspüspök szentbeszédében elmondta, Isten a béke istene, nem a harcok istensége. Amikor a világban baj van, több helyről hallunk háborúról, pusztításokról, a Szentatya felhívja a figyelmet, hogy tegyünk, hiszen felelősek vagyunk egymásért. Az egyszerű ember talán nem tud sok mindent tenni, de tud imádkozni, tud böjtölni, és ez nem kevés. Ez nagyon is sok, ami hitünk szerint, ami keresztény reményünk szerint. A Szentatya buzdítására jöttünk össze, hogy együtt közösen imádkozzunk a világ békéjéért, és kérjük azt, hogy az Isten országa jöjjön el hozzánk, és mi ebben aktív résztvevők akarunk lenni. Mi akarjuk nem csak önmagunkat formálni, bűneinktől megszabadítani, hanem akarjuk a világot is jobbá tenni, Isten terve szerintivé alakítani. A közös imádságra sokan érkeztek a Székesegyházba, mindannyian a békért imádkoztak és imádkoznak folyamatosan. Jó Isten szereti a magyar népet, mert ha történelemben előre, illetve hátra nézünk, meg a pillanatnyi helyzetet is nézzük, megpróbálja a magyar népet, és akit megpróbál, azokat szereti, ebbe a hitbe élünk. Hát a visszamenőleg egymást érték a háborúk magyar történelemben, most pillanatnyilag is háborúk vannak, talán imádkozunk azért, hogy a háborúk megszűnjenek, és a jövőben már az unokáink és a gyermekeink olyan viszonyok között éljenek, hogy békességben és szeretetben. A szentmise után együtt énekelve indultak át a hívek az országalmához, hogy elhelyezzék a béke gyertyáit.